Észak-Amerika legnagyobb testű szárazföldi emlőseit már régóta láthatja a közönség a Nyíregyházi Állatparkban, de ez idáig nem volt szaporulat. 3 hónappal ezelőtt azonban kifutójukban egy héten belül kétszer is kopogtatott a gólya. Előbb egy kis üsző, majd egy kis bika született. Az ellés mindkét esetben problémamentesen zajlott, így nem volt szükség sem a gondozók, sem az állatorvos segítségére. Nagyon szépen fejlődnek az amerikai bölényborjak, most körülbelül 60-80 kg testtömegűek, de a kisbika ivarélet-korban akár 1000 kg testtömegű is lehet. Ez idáig csupán anyatejjel táplálkoztak, most azonban már, hogy 3 hónapossá váltak, elkezdtek szálas takarmányt is fogyasztani, amely zöldségből, gyümölcsből, szénából és friss fűből áll. Előszeretettel szoktak dagonyázni vagy homokfürdőt venni, de idejük nagy részét általában a táplálkozással töltik. Az amerikai bölény társasállat. Egykor 100 000-es csordákban vándorolt a prériken, állománya ekkor elérhette az 50 millió egyedet. Egyes észak-amerikai indián törzsek táplálkozásukban és ruházkodásukban gyakorlatilag teljes mértékben ettől az állattól függtek, számtalan módon hasznosították az amerikai bölényt. A faj az európaiak megjelenésével, a telepesek könyörtelen mészárlását követően a kihalás szélére sodródott a 19. században. 1905-ben azonban megalakult az Amerikai Bölényvédelmi Társaság, szerencsére néhány száz példány megmenekült, ami elegendő volt a faj túléléséhez. Ma állományuk 50 000 állatra tehető, s ezzel úgy tűnik biztosítva van a faj fennmaradása. Manapság az amerikai bölény sokkal kisebb csapatban él, főként a nemzeti parkokba szorult vissza. A Nyíregyházi Állatparkban ez idáig egy ivarérett hím és 3 nőstény élt együtt, s most a 2 fiatal borjúval együtt az amerikai bölény csapat 6 tagot számlál.